Lényegében hallottam a kapus és a védő közötti kommunikációt, és azért is indultam el a felívelésre, mert tényleg a kapus nagyon messzire is lehetett hallani, hogy mondta, hogy jó. Ugye a védő nem is tudom, talán a Pintér Ádám meghúzta a fejét, és szerencsés gól, de ugyanolyan gól, mint egy bármifajta másik gól, úgyhogy nagyon örülök neki. Korán sincs letudott, tényleg Magyarország. Azt mondom, hogy talán most két legjobb csapatáról beszélünk, úgyhogy korán sincs lefutva ez a mérkőzés. Biztos, hogy nagy előnyt jelent számunkra, hogy idegenbe tudtunk nyerni, de ugyanúgy otthon is meg szeretnénk nyerni a mérkőzést. Én annak, hogy mi nem kaptunk gólt, de tényleg azt mondom, hogy csapatként nagyon jól működtünk, de tényleg a Ferencváros ugye második fél időben meddő mezőnyfélénybe volt, de ezzel se tudott mit kezdeni, mert nagyon, nagyon nagy helyzetet nem tudtak kialakítani, úgyhogy szeretnénk továbbra is ezt a játékot folytatni. Biztos, hogy lesz még ennél jobb játékunk, tehát amikor több helyzetet tudunk kialakítani, de azt mondom, hogy a második fél időben is nekünk voltak nagyobb lehetőségeink. Újpesten játszani nekem mindig extra motiváció, de tényleg azért utazunk oda, hogy nyerjünk, mert tényleg előttünk vannak a tabellán. Biztos, hogy nagyon nehéz mérkőzés lesz az is, de tényleg úgy utazunk oda, hogy 3 ponttal térjünk haza. Very difficult for us. Nagyon nehéz volt, mert a videóton túl mélyen védekezett. Elkövettünk egy hibát, amiből a gólt kaptuk. Ezután nem tudtunk váltani, és elveszítettük a találkozót. Megvan az esélyünk a továbbjutásra, 2 gólt kell lőnünk. A videóton egy jó csapat, nagyon keményen dolgozunk egész héten, látjuk, miben kell fejlődnünk, hogy tovább jussunk. A játékom rendben volt, de sajnos nem lőttem gólt. De úgy gondolom, nem az én játékom a fontos, hanem hogy a csapat jobban teljesítsen, és a hétvégén nyerni tudjunk.